kell tennünk. Na figyelj. Sziasztok, én Nokedli vagyok, és itt van velem Romta. Most pedig Hello. Ezen a gyönyörű GTA San Andreas multiplayer szerveren vagyunk. Én nem vagyok annyira tapasztalt ebben, mert Romta fog nekem segíteni ebben, ez ilyen kamion konvojos szar. Szállj be egy ilyen road trainbe, mert az a leggyorsabb. De a tanker az nagyon lassú lesz. Ez most milyenben vagyok? Egy tankerbe. Ez a tanker. Nem is gyere itt, gyere itt egy road train, ebbe szállj bele. Nem is nekem ilyenek, de nekem ezt tetszik. Melyik? De az még lassabb. Jó, akkor megyek road trainbe. És én akkor... Én azt hittem egyébként egész végig, hogy csak kétféle kamion van a játékban. Jó, akkor road train. És milyen pótókocsit akarsz vinni? Dobozósat, szeneset vagy ilyen tartályt? Hol vannak? Meg kell nézem. Hát van kettő mindegyikből, szóval. Jó, nekem ez a... Ez itt tetszik, ez a üzemanyagtank. Jó, akkor vigyünk olyat, és akkor várjál, csatold fel, beírom, hogy per konvoj. Csináltam egy konvojt, írd be, hogy per konvoj. Ha megvan, kiírt nekem. És ott van, hogy Romta, és abba lép bele. Romta, aha, megvan. Igen, kattints rá és lép be. Bent vagyok a konvojba, sikeresen. Jó, akkor most elindítjuk a munkát. Automatán válaszol ki, vagy én állítsam be? Hát, mindegy, nekem válasz ki. Ja. Mit vigyünk? Benzin, gázolajat, repülőgép, üzemanyagot, olaj, folyékony, nitrogén, vegyszerek, víz. Legyen repülőgép, üzemanyag, mert az drága. Jó. Akkor mondjuk Los Santosból vesszük fel, és San Fierroba vesszük el, oké? Jó, deal, mehetünk. Majd megyek utána. Normálisan közlekedjünk, vagy? Menjünk át mindenen keresztül. Hát normálisan közlekedjünk, azt írta a játékszabályzat, hogy az út jobb oldalán kell ugye maradni. Hát azt gondoltam. Viszont ez úgy látszik az, ami jó ezen a szerveren, hogy szinkronizálva vannak a trailerek a kamionoknál. Nem az, hogy laggolnak össze-vissza, mint az állat. Ezt jól megcsinálják. Te is látod a célt, nem azt a pirosot? Egy piros lefelé mutató nyíl van, igaz? Uh-huh. Ja, Los Santos, most veszük fel a szállítmányt, igaz? Nem, mi most Los Santosba fogjuk felvenni a szállítmányt, és onnan megyünk San Fierroba. De azt mondtam én is. Nézd már a Perennialt. Hát igen, és azt néztem, hogy parkol. Valaki itt hagyta. Na itt ilyen checkpoint is? Nem, hanem határátjáró. Jó, magyarul checkpoint. Igen. És még Trafifox is van, szóval vigyázz. Ajaj, vigyázzak. És várj egy kicsit. Most átmentünk a piroson egyébként, csak úgy szól. Tudom. Aha, jó. Le kell mennünk a... izébe. Mész elől, vagy menjél? Amíg előz viszont nyugodtan, csak megelőztek, nem én. Izébe... Hoppa. Ej... Tudod, a kormánnyal kell vezetni. Izébe kell mennünk. Úgy a kikötőbe. Aha. Az itt van mindjárt. És ez milyen fog? Aztán... Ha! Íj, baszki. Gyorsan akarsz vissza, mert le fog járni az idő, nem ilyen visszaszámláló van ilyenkor. Igen, csak hát... Meg kell várni, hogy visszaugorj, aha. Segítsek? Nem. Várjál. Sajnos arrébb tolnak egy kicsit, hát ha úgy jobb. Ha úgy jobb lesz. Oké, okay, sikerült. Jó, hát én.
Most már megpróbálok normálisan vezetni. Az jó. Kicsi szét van Ja, törve a... várjál, de még nitro is van amúgy. Az én kamionom is szét van törve kicsit. De hogy átmenjen az ugratón? Ez nem túl szabályos. Hát tudod, itt faszom se érdekli. Ó, lefele kellett volna mennünk, mert ott egy jobb dolog van, tudod mi? Na? Le van szakadva az az alagút, tudod? Igen. Aha. Aztán. És akkor így el kell menni mellette a földúton. Az igényes szervernek tűnik. Magsebesség 130, ha itt írja. Megy ez egyáltalán annyival? Nem tudom. Na, én meg a kamionos kanyarodás. Hivatalosan nem is szabad ilyen kamionoknak a városon belül közlekedniük, nem? De. Ez akkor ez... Fuck logic. Jövőleg rendőrök is vannak a szerben, nem? Ajaj. Akkor már most nagyon nem félek tőlük. Volt egy nagyon régi szerver, az volt a neve, hogy magyarok munkahelye, utána az lett, hogy Convoy City, na az például egy nagyon jó szerver volt, azon nagyon sokat játszottam, és nem tudom mennyi pontot kellett elérni, hogy rendőrehez, és én már tudtam benne lenni, és ahol nézeltem mindig, hogy a kamionosokat büntettem. Csak A úgy. semmiért. Gratulálok. Elhagytam azt a rácsot az elejéről. Akkor nézd meg az enyémet. Rakodás, kérlek, várj. Én várok, baszki. Kész? Meg oké, meg van rakodva. Jaj! Bedrifteld a kamionon. Most ez nem lesz túl szabályos, de... Törd az utat, nekem ne kelljen széttörni jobban a kamiont. Kösz. És akkor a San Fierro, igaz? Jaj, baszki! Mi történt? Megpattantam. Majd nézd meg a Jó. videóba. Jó. Meglepő. Ez olyan rossz, ez amúgy olyan fura nekem az itt, ez, hogy ki van csempészve ez a cicis világi. Na, ki van egy kicsempész az. Fura. Ja, itt vannak ilyen modolt helyek, át lehet oda is Aha. menni. És ott van Avery Carrington a GTA Vice City-ből. Ilyen mappok, mapposítások is vannak. Majd ha gondolod, akkor elvihessük a leghosszabb fuvart is a játékban. Jaj. Végig keresztül kell menni. Az egyik naposításból az a neve, hogy Los Santos, mi is kikötővárosból kell egy ilyen farmra vinni, ami szintén És ez óceánon van? Aha. Ó, itt van beszakadva, mi? Aha. Lord. Ez utól lett ide rakva, az eredetleg nincs itt ez a kis körüljáró itt. De. Igen. De az ott van az a rész, csak ott be van nőve fába. Ja. Direkt megnéztem. Értem. És hány fuvart viszünk? Hát nem tudom. Ha mennyi ideje megy a videó, nem tudod, nem nézted?
Várjál, a bűvös számot ki kell mondanunk. 75. Hát jó. Hát azért nem hiszem. De értem, mire célzol. Magsebesség 125. Hát jó, 180 mentem, azt hiszem. Egyik videó óta, hogyha újra játszom, ezzel végig kell úgy vinnünk, hogy megállunk a pirosoknál is. Ja. Ez mi? Rázárodott a... az szép. Jaj, nekem is majdnem rám zárulott. Melyik úton menjünk, autópályán, vagy ezen a menjünk ezen a hegyen kis át a... hegyen át, ez jobb, ez a hangulatos. Szeretem ezt a részt. Itt van még mindig a perennial. Neki menjek. Spoiler van a hát... Úristen, spoiler volt a hátam. Ki ez a két perennialra? Itt, itt meg van valahol egy izé... Broadway. De kirak a perennialra spoilert. Itt van, itt van a Broadway, figyel. Lelakad? Várj egy kicsit. Ops. Az, hogy legurítottam. Az jó. Azt hiszem lesz elég pénzünk, hogyha ezt levittük és tudunk venni házat, és ott tudsz venni kocsit. Saját ilyen személyi gépjárműre gondolsz? Igen, és lehet venni szultánt, és fel lehet tuningolni fullosan. Az jó. Akkor veszek szultánt. Csak azért mondom, mert a kedvenc kocsit a játékban, és meg lehet csinálni itt is, hogy mint a Mitsubishi. Mi? Mi a Mitsubishiről beszélsz? Hát, hogy a szultán meg lehet úgy csinálni. Hogy? És ezen a szervelen. Mi, de milyen Mitsubishi? Hát fel lehet úgy tuningolni. Subaru-ra gondolsz. Igen, azt mondtam. Nem, Mitsubishit mondtál. Igen? Tényleg? Aha. Én Subaru-t akartam mondani, amúgy, na mindegy. Mind a kettő japán. Ugrassunk le. Ez lehet azért jött. Ez lehet azért jött, mert az én kedvencem a Mitsubishi. Evo X, de ez már más. Beszélj meg tanulni. Jaj, neked kocsantam? Nem tudom. Szerintem ez elég majd rövid is vagyunk. Fogar. El is fejtettem, hogy itt vagyunk. Gyorsan elmegy. Szerintem ez egy elég rövid fogar volt, szóval ja. Még egyet mehetnénk. Persze, egyértelmű. De most ezt hova kell vinni ezt a parkolóba? Nem, ezt be kell vinnünk. Ez a magára a repti. Ja persze, hát mert üzenni meg ott szállítunk, de hia vagyok. A repülőt nem lehet venni? De. Komolyan? Hát nézd már ide. Tényleg, azt a mennyi. A rendes játékban olyan idegesítő, hogy alig vannak repülők a reptéren, de itt most már egy csomó úgy. Szépen be vannak ide parkolva. Ó, kifaroltam. Rakodás. Ó, tényleg itt vannak ezek az üzemanyagtartályok. Ennyi? Mhm. És akkor most hiszem, hogy el lehet tolni innen azt a szart. Menjünk akkor még egyet. Nem, látjunk még egyet. És megcsináljuk azt a hosszú fuvart, amit mondtam? Aha. Akkor írd be, hogy perres szól. És gyere oda, hogy eles kikötő város. Arra csak ami per... Arra. Eles kikötő város. Aha. Ez ilyen külön hozzáépített izé? Igen, ez egy maposítás. De ez pénzbe kerül a rescue. Az is vezethettünk volna itt, nem de egy... Oh. Na, az sok idő lett volna. Hát, igen. Mindegy, ó, úgy, mert vannak, érted, ezek nem vezethetőek, ezek a trailerek, ezek ilyen dísz. Hát, most menjünk melyikkel ide? Menjünk? Ezek a kékek. Ezek olyan kékkel menjünk. Ez a, izi, nem a tanker, vagy mi a fasz. Igen. De itt nincs road train, úgy látom. De akkor mehetnénk föl a majzével is. Mi a, melyikkel? Mi van? Van tanker, road train, meg mi a harmadik?
az nem tudom mi, de az a GTA 3-as kamion. De az a tanker? Nem. Az a GTA 3-as. Én úgy mindig úgy tudtam, hogy a GTA San Andreasból csak kétféle kamion van. A tanker meg a road train. Ez nem is tudom milyen, de ez nagyon lassú. Na baj, ez jó néz ki. Linner-runner. Jaj, tényleg, Linerunner. Nekem nem is írja ki a nevét, hogy hol írja ezt. Hát ott lent van, hogy jármű információ. Ja, tényleg ott írja. Hallod, ezt is vettem. Kéne olyan, hogy szalma van, ja. Mit szállítunk? Miért lehet ószert szállítani? Szállítsuk ószert. És csempész kurvákat. Van olyan... Igen, csempész kurvákat. Akkor szállítsunk csempész kurvákat. Nem, most... Izét szállítunk. Nézd! Most izét szállítjuk, azt a nagyon hosszú utána, még szállíthatunk egyet, ha akarsz. Szalma... Hoppá, Eles kikötőváros. Jó, várjál, megyek. Itt van amúgy kettő road train egyébként. Nem van. Ha már ilyennel akartál menni, akkor... Igen. Álmom. Ott most... Ja, az Los Angeles. Vagy ez... Már ez Los Angeles? Ez nem. Ez hol a faszban vagyunk most? Ez Eles kikötőváros. Ez egy maposítás. Na, ja, jól van. Ja, akkor ez, tehát akkor Los Santosnál vagyunk, igaz? Igen. Jó, csak... Aj, de hülye vagyok, jó. Hát ha felvettük a szalmát, nézd meg, hova kell vinni. Ja. Tehát most magyarul Los Santostól is távolabb vagyunk. Magyarul, igen. És innen kell Whetstone tehenészet. Várjunk, Whetstone. Miért repült el a platód? Mi? Mit vagyok? Megállítottam. Várjál, rosszat állítottam be, mert ezer sziget egyet kellett volna. Na azért, jó, mert akkor... a Vetszón az a... az kint van itt, vagy a... Na, tehát az a városon kívüli rész. Akkor most azt kell csinálnunk, hogy kiszállunk a kamionból. Mert le kell, hogy járjon az idő. De mehetünk felőle oda is. De az nem tudom, hol van. Hát de azért ott a... Jó, mindegy, hagyjuk, jó. Itt egy csíta. Verjük szét. Ja. Nem tudom szétverni, várjunk, felugrok tetejére. Meg lehet semmis idején, nem csak az, hogyha ütögeted egy kocsit a játékban. De nem is sebződik. Hát mert nem a te tulajdonban. Jaj, ne. És nem lehet más kocsiját bántolni. Jaj. Itt vannak itt is kamionok. Igen? Aha, itt vannak, ez. Ilyen road train-ek vannak itt. Csak azok vannak. Akkor menjünk road train-en. Ja. Eskü könnyebb lesz. Én viszem ezt itt. Elvárja, újra konvojba kéne rendeződni. De tényleg. Jaj, rádió. Lépj be. Ja. Ha meg vagyok. Na most ez. Várj össze, hát visszatok én, jó? Na igen, ez már mindjárt jobb helyre mutat, nézd meg! Térképen mondod? Igen. Hol nyújtjuk a pálya másik végébe kell? Ó, hallom, hogy füvet nyírtak a háttérbe most így a mikrofonon. Tényleg? Pedig kb. A utca elején az első szomszéd vágja a füvet szerintem. Hát de azt hiszem, ó, várjunk. Ó, látom! Ott a... Várjunk, a gát fölött, igaz? Ott a sivatagba. Itt van piros, igen. Aha. Az az jó. Bugol a pótod, na mindegy. Ah, igen, az neked is. Ki lehet jönni? Ah, király.
Ja, csak nem jó kanyarodtam. Néha megkönnyíti, hogyha driftelsz az egyet. Na, de menjünk De most akkor. jó, mert a trafifaxot kifkerültük. Ezek az összes városnak a keveréke tulajdonképpen. Az épületek azok ilyen Las Venturasból van egy csomó, de mégis. Ha. Itt egyszer olyan tömegkarambol volt ezen a szerveren. Oh, Itt egymásnak ment két csávó itt ezen a ponton. Jött még három. A csávó az rossz sávba megy. Nem? De nem tudom. De egy... Szerintem kurvára. De van szarva. Mert ja, nekünk tényleg jobb amúgy. Mert ez ugye ez két sávos, tehát itt egy irányú az a két sáv, ha minden igaz. Igen. Mindegy. Igen, és akkor így három kamionos volt a vízbe, ketten felborulva, kettő meg állt. Így normálisan. Ez, hopp, itt egy random elhagyott utánfutó. Tehát, hogy ez köti össze a mesterséges azt a, micsoda elosztás, azt a. Ezek hova vezetnek? Ahhoz. Oh. Nem tudom, még sose néztem az egyiket csak ott így random a vízbe. De figyeld, hogyha veszünk autót, majd felfedezhetjük a mappot, ja. Ha nagyon akarom. Ezek jó, király. Meg ez a nagy mesterséges híd is tök jó. Mert úgy értem, hogy mesterséges, hogy... hogy nem a vanilla játékból származik. Hopp! 125-tel szabad csak menni. Most mit is szállítunk amúgy? Szalmát. Hoppa. Te még azt mondtad, de akarsz menni egy fuvort. Bemért egy trafibox. Ez jó. Van egy csillagod, nem? Aha, igen, 125-tel mentem 120-asnál. Akkor lehet el fognak kapni a rendőről. Baszki. Nem fog lejárni magától? De, majd egyszer talán. És ezt fizetni kell majd, vagy hogy lesz? Valami olyasmi. Király. Most van 160 ezerem, azt a... nem szereztem. Mennyibe kerül egyébként egy autó kb? Hú, nem is tudom már. Fel kéne mennünk a... város közepére, a izére, autópályán. Szóval itt... Megint áttöröd ezt a szerencsétlen kerítést? Muszáj. A iszére kéne felmenni. Ja, jó, már jó lesz el. Mert még azt mondtad, hogy akarsz menni egy fuvart. Mert izéket akarsz szállítani. Mik azok? Hát kurvákat vagy. Jó, baszki. Hát nem azt mondtad? Igen. De hát ez már külön videó lesz majd. Kurva szállítás. Ez lesz a neve? Az lesz majd a 35 feliratkozós külön kiadás. Szandrászos kurva szállítás. Igen, szerintem ez a két szállítás épp elég lesz ebből az egy videóban. Igen, pont elég lesz. Még szerencséjük, ha senki nem játszik ezen a szerveren, mert így nem kapnak el a rendőrök. Rendőrök. Szlóságőrök. Na, max sebesség 130, annyival úgysem megy ez a szar, úgyhogy. 125-et vagy kicsit. Aha, igen. Aha, igen. De C-vel lehet azt hiszem tempomatot állítani. Ó, oh, ja igen? Nem. Nem, valamelyik szerveren lehet. Hát azon nem.
Ugye ott vagyunk amúgy, az nem is olyan hosszú. Az fekvőrendőr itt? Nem, hanem ott le kell jönni. Ah, értem. De az nem fekvőrendőr volt ott? Esküszöm, olyan volt. Nem, hanem ott le van zárva az út, de látom. nem, ott volt az, igen, de az a három kis szaradt a földbe. Hát, ez valami olyasmi. Hát, én megyek itt ezen az oldalon. Nem jössz át. De csak ez a, úgy látszik, ez az oldalnak nincs keze kinyílnia. Na végre. Majd a sorompúr egy vágjába egy taglife-os fejet, hogy nem akar kinyílni. Jó. És akkor majd így van az a tánc, mikor táncol Snoop Dogg, tudod melyik? Tarararara. Az kijön a füstbe. Magsebesség 130. És akkor már lehet hallani, hogy vágják a füvet? Már most nem, de az olyan, amikor ilyen csönd volt, akkor igen. Most is vágják. Ha igen, most hallom. Itt is szembe valaki. Ne, én meg direkt erre jöttem, azt, hogy erre, azt akarod mondani, hogy erre kell jönni. Ott csak így megfordít, látod ezt az utat? Most mi az összetákolt út? Hát ez ilyen visszafordító. De szar. Én még azért mentem már, mert azt akartad mondani, hogy arra kell menni. Ja, mondjuk nem mehetél volna arra, csak így viccből. Mert akartál megint egyenesen menni? Na, akartam megint egyenesen menni, de amúgy kimondta a nevem, hogyha meg ki kell sípolni. Sajnálom. Majd óvatosan. Nem is olyan hosszú az út. Hát igen, Noki. Megy Krisztjón az milyen név? De most ideig egyébként az igazi nefem elhívta? Nem tudom. Jó, mert én sem figyeltem annyira, most csak így eszembe jutott. Én azt hittem, hogy csak egy nagyban, egy ilyen kis átlagos délután, amikor csak így játszol. Hát az nem, kármilyen. Amit nem is lehetne előzni, de mindegy. De vodka, azaz nokedli, dupla felező van, vagy még dupla, igen. Zsé. Felező van, annál előzőn. Igen. Azt mondja, drifteltem. Igen, vodka nevettél. Na most engedj előle, légy szíves. Mert innen már tényleg be fogom galbajodni, de szeretnék felmenni. Sípolás kérek, jó? Ja, és, majd, és izé. Majd kap sípolást. Nokedli. Majd ezeket kivágod, jó? Majd nem fogok kivágni, de ez a sípolok majd. Felborult el? Pell flip. Perassist. És megjavul a kocsi. Nem borult a fel. Ez összetákolt híd. Ó, összetákolt föld is van. Egy domb vagy. Én itt egyszer kirepültem, és alig bírtam visszajönni. A cél előtt kb. 10 méterre. A víz... A vízbe bezom. Gratulálok. Kell nekem is storystime-oznám, úgyhogy kirepültem itt így, nem tudom mikor, és erre még egy. Felborultál? Perflip, na tessék! Én megyek tovább. Hát ez már az a baj, hogy veszett, mert beestem a vízbe. Én viszont még folytatom. De véget fog érni. Nem, én még beviszem. Ne lefog ér. De nem, mert ha nekem lejár, neked is lejár. De és amíg beírek annyi idő alatt? Mennyi idő van még? Már sem ennyi. Már le is járt? Uh-huh.
Baszki. Nekem még ez van a térkép. Ó, baszki, most erre kellett már jönni. Na jó, és befejezem. De amúgy én még folytathattam volna egyébként. Sőt, folytatom is. Kell a pénzt, tesó. Az a baj, nem fogod tudni, merre kell menni. Dehogy nem. Mert kanyarogni kell. Aha, igen, de most megtaláltam az utat. Vegyél egy kis mesterség. Vagy gyere vissza és beülök melléd és mondom az utat. Beülsz mellé? De nem kell, mert megoldom, mondom. Jó, csak sok helyen. Tuti, be fogsz menni egy olyan útra, ahol nem kéne bemenni és bele fogsz szállni a vízbe. Hát itt volt egy, de nem szálltam be a vízbe, mert megálltam. Nem légy. Fel kellett kanyarogni? Nem, itt egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen híd van még itt. Nem, elértem a város, kisváros részbe. Most tovább kell még erre jönni. Jó. Idézett Romtától. Itt a múltkor átszálltam a kerítésen, és te pedig átszálltál a kerítésen. Ez jó amúgy. Egyszer átszálltam a kerítésen. Mondta Romta, mielőtt átszállt a kerítésen. Majd egy jazz Marburst a zenét, hogy Hello Darkness My... Hello Darkness My... Itt van egy reptér egyébként is. Ó, tehennek a farmon, megérkeztem. A műtehenek. És akkor jó, így nem? Hello Darkness My Old Friend... Hello, és akkor így átzúlok a kerítésen. Ja, vagy ilyen... Az az MLG zene, az a... Szomorú zene. Igen, Nokedli. Akkor köszönöm a megtekintést. Én Nokedli voltam, sziasztok. Hello. Vegyük már szét a csávok, amivel